csak kétféle tragédia létezik az életben. Ha nem kapod meg azt, amit akarsz, vagy ha megkapod. Ez a magáé? Jack Valentine végre megszerezte, amit akart. Különös. A halotti bizonyítvány szerint infarktusban halt meg. Okirat hamisítás. Ezzel nem fog meg. Igaza van. Mint általában igaza van. Látta a mai újságot? Ha? Elkapták a halálkereskedőt. Hamis végfelhasználó íratok, fantomcégek pedánsan katalogizálva. Alig akad olyan hadúr, diktátor vagy zsarnok a világon, akit nem a keresztnevén szólít. A felesége, a maga trófeája vitt nyomra. Önhibáján kívül, őt könnyebb követni. Szabad? Na, hogyne, tessék. Élvezze. Mit? Ezt. Mondja ki, hogy megvet. Hogy maga a gonosz vagyok. És még mit? Felelős vagyok a világrend és a társadalmi felépítés romlásáért. Egyszemélyes népírtó vagyok. Most vágja a képembe. Nincs sok ideje. Maga érti, hogy mi folyik? Vagy ábrándozik? Maga megszegett minden írásba foglalt fegyverembargót. Elég bizonyíték van ahhoz, hogy többszörös életfogytiglant kapjon. Mostantól 10 évig fog ingázni a cellája és a bíróság között, mielőtt még megkezdeni a büntetése letöltését. Az a gyanúm, hogy nincs tudatában a helyzete súlyosságának. Családom kitagadott. A feleségem és a fiam elhagyott. Az öcsém halott. Higgye el. Tökéletesen tisztában vagyok a helyzetem súlyosságával, de ígérem, egy percet se töltök a bíróságon. Áltatja magát. Kedvele magát, Jack. Illetve mégsem, de megértem magát. Elmondom, hogy mi lesz. Így legalább fel tud készülni. Rendben. Hamarosan kopogtatni fognak azon az ajtón, és kihívják. Egyik felettese várja majd. Mindenek előtt kifejezi elismerését azért, amit maga a világ biztonságáért tesz, és amivel dicséretet és előléptetést érdemel ki. Aztán közli, hogy engem szabadon kell engedni. Maga tiltakozni fog. Valószínűleg lemondással fenyegetőzik majd. De engem végül kiengednek. Ugyanazon okból engednek ki, amiért azt hiszi, hogy elítélnek. A világ néhány legaljasabb emberéhez dörgölőztem, akik vezetőknek nevezik magukat. De közülük néhányan a maguk ellenségeinek az ellenségei. És miután a világ legnagyobb fegyverneppere a maga főnöke, az Egyesült Államok elnöke, aki naponta több árut szállít, mint én 1 év alatt. De néha kínos neki új lenyomatot hagynia a fegyvereken. Néha kell neki egy ilyen szabadúszó, mint én, hogy ellássa azokat, akiket ő nem láthat el. Szóval, nevezzen csak gonosznak. De pekhére én egy szükséges rossz vagyok. Elküldeném a pokolba. De szerintem már ott van.
Örülök, hogy üzletet köthettünk. A legtöbben örülnek, ha szabadulnak. Én elvárom, hogy fizessenek, ha elmegyek. Nem vagyok hülye. Tudom, egyik nap szükségük van rám, de másnap már bűnbakká tehetnek. De visszatértem. Azt csinálom, amihez a legjobban értek. Shamsia beddek le szahra? Shamsia le Shamis. Jalla, ma szelem, ma szelem. Jalla, ma szelem, ma szelem. Ma szelem. Tudják, ki köröklik majd a földet? A fegyverkereskedők. A többieket túlságosan leköti egymás meggyilkolása. Ez a túlélés titka. Ne háborúzzanak. Főleg önmagukkal ne. A film valódi eseményeken alapul. Miközben